Évek óta fennálló probléma Nyíregyházán, hogy egyes közterületek, utcák, valamint házszámok változása nem került be a 2015 óta bevezetett központi címregiszterbe. Emiatt gyakran előfordult olyan, hogy egyes utcák elnevezéséről nem értesültek a hatóságok, de sok esetben a házszámok logikátlan elrendezése is gondot okozott. A megyeszékhely önkormányzata ezért tavaly éveleje óta folyamatosan végzi a lakcímek felülvizsgálatát. Gyakorlatilag mindent, amit lehet, felhasználunk a címek rendezése érdekében. Egyrészt helyszíni szemlén megtekintjük az ingatlanokat, az utcákat végigjárjuk, másrészt felhasználjuk az ingatlanoknak a tulajdoni lapjait, figyelembe vesszük a bejelentkezési listákat, ugye a személy és lakcím nyilvántartónak az adatait, mindent, amit csak tudunk, figyelembe veszünk, hogy a lehető legkevesebb változtatással meg tudjuk oldani ezeknek a címeknek a felülvizsgálatát. Miután mi megállapítottuk a úgymond helyes sorrendet, vagy felülvizsgáltuk a helyes sorrendet, akkor a közgyűlés mondja ki a végső szót, ők állapítják meg ténylegesen az adott utcában, adott közterületen a ingatlanoknak a helyes sorrendjét. Nyíregyháza közigazgatási területén több mint 100 000 ingatlant érint ez a vizsgálat, a folyamat jelenleg körülbelül a negyedénél tart. Az osztályvezető elmondta, a megyeszékhely körútján kívüleső területekkel kezdték a címrendezést, a külterületi lakóövezetekben ugyanis gyakrabban történik változás. Az önkormányzat a közgyűléseken elfogadott változtatásokról több fórumon értesíti a lakosságot. A házszám megállapításával egyidejűleg, amikor ugye a döntéseink véglegessé válnak, illetve a közgyűlési döntések véglegessé válnak, mi azzal egyidejűleg tájékoztatjuk a közműszolgáltatókat ezeknek a címeknek a megállapításáról, tehát elméletileg a közműszolgáltatók tudnak róla, viszont sok esetben igényel részükről is, a lakók részéről is egy megerősítést, hogy valóban tudnak ők is a címnek a változásáról. Ugye mi minden esetben a honlapunkon közzétesszük ezeket a címeket, amik már felülvizsgálatra kerültek, illetőleg rendszeresen közöljük le a naplóba is a címeket, amik felülvizsgálatra kerültek. Most egyébként pont tervezzük egy olyan napló külön szám megjelenítését, amiben az eddig meg nem jelent címeket egybefűzve jelenítenénk meg. Ennek köszönhetően minden érintett lakos időben értesül lakcímének változásáról, ebben az esetben díjmentesen kérhetik a hatóságoknál lakcímkártyájuk adatainak módosítását. A felülvizsgálat egyes részterületekre koncentrálva szakaszosan történik, az önkormányzat várhatóan jövő év végén fejezheti be a folyamatot.